Ebben a kísérletben egy főzőpohárba egy teamécsest helyeztünk, köré pedig mészkő darabokat szórtunk. Először meggyújtjuk a teamécsest. Majd a mészkőre hidrogénkloridot csepegtetünk. A hidrogénklorid reakcióba lép a mészkővel, és láthatjuk, hogy el is aludt közben a gyertyának a lángja. Ez azért történt meg, mert a káciumkarbonát, vagyis a mészkő reakcióba lépett a hidrogénkloriddal, és az ő reakciójukból széndioxid gáz keletkezett. A széndioxid gáz pedig kiszorította az oxigént a főzőpoharunkból, ami ugye az égést táplálta, és ezért aludt el a gyertya.